A négy lábúakat is vendégül látták egy-egy fagyira az egyik székesfehérvári cukrászdában, a Hontalan Állatok Világnapja alkalmából. A világnaphoz kapcsolódóan jótékonysági adománygyűjtő akciót is hirdettek, ezzel felhívva az emberek figyelmét a rengeteg megunt, kidobott, magára hagyott és bántalmazott állat sorsára. Régóta segítjük a menhelyt, amennyire tudjuk, és arra gondoltunk, hogy egy picit nagyobb horderejű gyűjtést szerveznénk, és itt a városban azért sok család megfordul, úgyhogy jönnek be gyerekek, felnőttek, idősek, hogy hát a picikét jobban felhívjuk a figyelmet így a menhelyre is, meg a hontalan állatokra is, az örökbefogadásra. A világnapra a Herosz fehérvári állatotthonában élő 11 kutyus is elment önkéntesekkel. Krebs Gyöngye elmondta, a menhelyek túlzsúfoltak, az állattartók pedig ellenőrzés nélkül szaporítják az állatokat. Rengeteg állat pusztul el az utakon, magára hagyva, ellátás nélkül. A megelőzés, a felvilágosítás nagyon fontos, ezáltal még több állaton lehet segíteni. Az volt a célunk, hogy egy kicsit azokra az állatokra hívjuk fel a figyelmet, akiket ugye a gazdáik kidobnak, megunnak. Tehát a házi kedvenc, az tulajdonképpen, vagy a hontalan állat, az egy olyan házi kedvenc, akit cserben hagyott a gazdája. És miattuk vagyunk ma itt, ezen a világnapon, ami nyilván nem egy örömünnep. És a cukrászdának nagyon köszönjük azt, hogy lehetővé tette, hogy már augusztus 1-e óta itt gyűltek az adományok. A menhelyen egyébként minden segítség jól jön, így aki állateledelt adományozna, az bármikor elhelyezheti azt a Herosz adományládájában, de folyamatosan várják az önkénteseket is.